Az érzelmileg érett, felnőtt működés része, hogy képes vagy az indulataidat kontrollálni. Próbálj meg! Nyugodt! Koncentrálj! Az üres fel! Az elkáromkodságodból az elfogyott harag mély levegő zavaráshoz vezetett. A szervezet megnyugodás mellett szellem szabályozásának a akinek én sok vagyok, az nekem kevés. Nem vakítel néhány szó vagy szeretkezés. Akinek nem esik le, hogy én ki vagyok, annak mutatom is már a kijáratot. Akinek én nem vagyok jó, annak szevasz. Hallaszom meg éjszaka a sűrűmmel az. Nem kívántam eddig rosszat, de most igen. Mindenkinek meg kell halni valamiben. Akinek én sok vagyok, az nekem kevés. Nem vakít el néhány szó vagy szeretkezés. Aki nem ismeri fel az eszenciám, annak a véráramjában legyen fiám. Ha úgy igazán mélyen magamban nézek, nem kívánom, hogy csapjon beléd a villám, se azt, hogy essen rád egy zongora, mint ahogy arra sem vágyom, hogy vigyorogjon rád egy revolver fogsora. De azt azért mondhatom, nem, hogy bár beakadna a cipőfűződ a mozgó lépcsőbe, hogy aztán bedaráljon egészen. Bedarálni egészen szép vers cím lenne, károly csak fikció. Vagy például tudom, hogy nem elegáns, tudom, de valahol csak van tere ennek az absztrakt gondolatnak is, hogy azt mondhassam, hogy a vonat szabjon rád rövid nadrágot, a takonyszagú geci púder, meg hogy a hullazsák cip zárja csípnébe a melszűrődött, a féregarcú pudvás postalicska csúkbaszó gettás kis köcsög. Neked jogász kell, neked meg semmi se jó. Szakadjon rád az égből egy villanyrezsó. Nem hagyod, hogy én kedvesen szóljak rá. Elrontod az ember összes hónapját. Akinek én sok vagyok, az nekem kevés. Nem vakít el néhány szó vagy szeretkezés. Aki nem tudja, ki ez a jó fejlány, taposom egy laminát parkettán. Akinek én sok vagyok, az nekem kevés. Nem vakít el néhány szó vagy szeretkezés. Aki nem tudja, hogy milyen kúl arcvalék, legyen holnapra belőle húsvagdalék.